Azt hallottuk, hogy vannak gyerekek, akik nem értek ide, úgyhogy először egy névsorolvasással kezdenünk, jó? Tehát Dobos Levente hiányzik, Drága Vanda hiányzik, Fazekas Miklós Áron hiányzik, Kocsmáros Emma van, Lakatos Jennifer, csak mondjátok, hogy jelen vagy itt vagyok, jó? Igen. Lőrinc Áron, ő még nem érkezett meg, Medve Barbara, rendben, Porubán Liam, igen, Pogány Zoya, rendben, Rezes István, Szivánt Fanni, hiányzik, Stakon Dániel, itt vagyok, rendben, és akkor Szendi Vivien, úgy hallottuk, hogy ő sem érkezett meg, Denko András, Bandi bácsi, megérkezett, tehát idáig külön névsor, Balogh Péter, rendben, Balta Rita, igen, Fazekas Stella nem jött, Hornyát Gyúlia, rendben, Keszi Tamás, jelen, jó, Kovács Réka, Kovács Réka, aha, hangosabban egy kicsit, Lackó Erik, igen, Ligán László Lórán, jó, Nagy Dávid, rendben, Rigó Ábel, itt vagyok, jó, Szabó Mihály Dániel, itt vagyok, igen, Tóth Kozma Szofia hiányzik, Pagás Fülik hiányzik, Balázs Vivien, itt vagyok, rendben, Boszko Kevin, itt vagyok, jó, Fazekas Zita, nincs, nincs, Jónás Kristóf, jó, Király Ferdinánd, rendben, Varga Zsanett, itt, és a két zsiga gyerek mi hiányzik, tehát ennyien vannak. Akkor most megkérjük a zsűrit, hogy és akkor a Szilicei Lőnéc arról nem tudjuk, hogy jönne vannak, igen, ő az egyedüli kérdés. Szervezünk már egy jó pár régóra versenyt, és hát volt egy kis kényszerszünet, 2019-ben találkoztunk utoljára, ilyen adrétszámban, illetve egyes helyszíneken a tavalyi év során is volt jelenléti verseny, és hosszú réten pont nem, innen már videós jelentkezések érkeztek, de hál' Istennek bekapcsolódottok elég sokan. Nagyon remélem, hogy nem a Covid tért vissza, mert a mezőny fele az valódán nem ért ide. Tehát 37-en jelentkeztek a mai napra, és ebből maradtunk 22-en. Úgyhogy végül is úgy döntöttünk, hogy amit mi így fejbe elkészítettünk, hogy két helyszín, két zsűri, azt most egy picit módosítjuk, úgyhogy maradunk minden együtt. Azt mondták a kollégák, hogy ha ilyen jó társaság jött össze, akkor ezt kellene megbontani, akár a mesemondói oldalon, akár a zsűri oldalon. Úgyhogy akkor a mai naphoz annyit, hogy maradunk így együtt, a házigazdasszony az addig a folyamon lesz, az egész nap folyamon, és akkor így megúsztuk azt, hogy a másik helyszínen végül is nekünk kellett volna házigazdáskodni, ugye kaptunk egy jó játékmestert az egész nap folyamon, és bemutattam a kollégákat a zsűriben, kezdjük itt akkor a hazaiaktól, Vadi Ládám, előadó művész. Kérdés Gábor, muzeológus, a Hagyományok Házában a munkatársa. Kérdés János, mesemondó. Jó magam pedig Varga Marbert, hogy a szintén munkatársa. Talán még annyit elmondani, hogy az idei versenyre 330-an jelentkeztek országos viszonylatra. 8 területi előválogató lesz összességében. Nyugat-Szlovákiának már lezajlottak, Bánta már szintén megvolt. Úgyhogy mi innen megyünk tovább, majd Kisgéresre, ott lesz a legkeletebbi forduló holnap, illetve Ragyolcon, az ott Közép-Szlovákia van. Ez az utolsó területi előválogató, az országos döntő pedig itt lesz a kertek alatt, Bombaszögön, július 6-7-én, aki tovább jut majd ma aranysalmasként, azoknak aztán a versenyre kapcsolatos további részleteket is elmondjuk. Azt kívánom, hogy mindenki úgy mondja el a mesét, amit szeretné, ahogy lélekben rákészült, ahogy ezt elmesélte oda az osztálytársaknak, vagy a szülőknek. Én nem is szabadítom tovább a szót, átadom Gabikának, jó esélyt mindenkinek. Látok a saját kis kincseiteket. Mesét hoztad? Mesét, úgy van, úgyhogy akkor meg is nyitom ezzel a versenyt, hát legyen ez ne versenynek mondjuk, hanem inkább ilyen mesemondás, és kíváncsiak vagyunk, főleg itt ezek a bácsik itt előttetek, hogy milyen kincseket hoztatok, jó? De először én arra vagyok kíváncsi, hogy a leányok,
reggel fölkeltetek időben? Igen? És szerintetek a gazdasszonyok mit kezdtek el ma is reggel? Ma is? Öltöztetés. Hát az öltöztetés, aztán a tanulmányban felöltöztetek. Főleg hétvégén szombaton mi volt az első dolgok, hogy jól megdagasszanak a degasszanak a kenyeret, ugye? És hogy elkészítsék a heti kenyeret. Úgyhogy mit szóltok, gazdasszonyok, hogyha mi most belevesszük a kenyeret, jó? Ismeritek ezt a süssünk-süssünk? Egy pár. Akkor ki ismeri ezt? Te ismered? Akkor gyere, te süthetsz, és még egy gazdasszonyt kérek. Három gazdasszonyt kérek, hogy ki lesz az a legügyesebb gazdasszony. Gyere még te is, jó? Gyere te is. Még egy gazdasszony. Nem, és akkor, nem tudom, gyere. Jó? Három gazdasszonyit megsüti nekünk a kenyeret, vagy a kalácsot, és majd aztán a fiúknak is adják. Többiek helyeket. Süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit lisztek. Lisztből legyen kerekes, tőtelékes, jó édes, sodorba tekerbe, túróba bélelve, csika-pika rétes, neked adom édes. Segítsetek megsütni ti is, jó? Először szórjuk a süssünk, szórjuk a lisztet, a nagyobbacskánk is segítsenek, mert hát a nagyobbacskánk igazi gazdasszonyok, jó? Tehát, először meggyújjuk, ugye? Süssünk valamit, azt is megmondom, hogy mit. Szórjuk a lisztet. Lisztből legyen kerekes, töltelékes, jó édes. Megint sodorjuk, meg meggyújjuk. Sodorba tekerve, túróba bélelve, csika-pika rétes, neked adom édes. Na, gazdasszonyok, te miért sütöttél? Milyen kalácsok? Túrósak, mákosak? Miért? Túrósak? Diósak. Na, ki szereti a diósak? Diósak? Túrósak? Mákosak? Na, akkor szerintem a legelső volt a nyerő, úgyhogy akkor kérjük a mesédet, jó? Te mondtad azt, jó? Úgyhogy a többiek, hogy letoláljuk a helyet, és akkor mondd a nevedet. Milyen kalácsot sütöttél nekünk? Diós. Szereti akkor mindenki? Igen. Nagyon jó. És akkor mondd a mesédet, hogy milyen mesét osztál. Nem lesz, hogy a neve. Valtarita. Most ezt keverjük. Azt mondtátok, hogy lehet keverni? Azt nem mondtuk. Szerintem aranyunk a kategóriában. Jó, Katarita. Katarita, igen, jó. Legyen ez a kategória. Jó. Valaki de valakinek meg kell mutatni, ugye? Hogy kell mesélni? Így van. Így van. Na, akkor Péter és Pál. Volt egyszer egy szegény ember, Péternek hívták, és annyi gyereke volt, mint a rostalika még egyetőbb. De minden vagyona egy állakakas volt. A szomszédja meg Pál erős gazda volt, s mégis mindig jajgatott. Egyszer azt mondja Pál Péternek, szomszéd, a kert kakasa sokat kaparász az én kertemben. Én tovább nem tűrhetem. Istenem, ha egyszer megfogom, kitekerintem a nyakát. Péter erre nem szólt semmit, de erősen gondolkodóvá esett, hogy mit tegyen azzal a szerencsétlen kakassal. Én bizony nem vesződöm vele tovább, hanem az uraságnak ajándékozom. Hát, ha még meg is jutalmaz valamivel. Azzal megfogta a kakast, elvitte az urasághoz. Talán keresztelő vagy lakodalom van a házadnál, Péter, hogy kakas ajándékozott? Nem, uram, nem lesz nálam semmiféle, csak költse el az ura családjával, ne gondoljon vele. Nem értem a dolgot, hisz nem el kéne nálatok? Annyian vagytok, hogy Jákob is megirigyelné. Igaz, uram, igaz, de minek adjak én húst a gyerekeimnek, mikor kenyére sem légy. Jobb, ha meg se kóstolják.
Mit eltött az uraság? Nem lehetett Pétert megtéríteni. Kiadta hát a rendeletet a szakásnénak, hogy ebédre süsse meg a fakast. Mikor kész volt, Pétert is az asztalhoz ültette. Vele együtt heten ültek az asztalnál. Azt mondja az uraság Péternek, mikor behozták a sült kakasot. No, Péter, a kakas te osztod el, de úgy vigyázz, hogy mindenki megkapja a maga részét. Ha jól osztod, megajándékozlak, de ha nem jól osztod, lehúzatlak, s 12-t veretek rá. Péter nekilátott az osztásnak. A fej az úré, mert ő a ház feje. Most a nyakát vágta le, ezt a gazdasszony tányérjára tette ezekkel a szavakkal. A fej és a nyak egyek. A Szentírás úgy tartja, hogy a férj és a feleség egyek, tehát a nyak az asszonyt illeti. Most a két szárnyát vágta le, azt az úrféknak adta, hogy jobban tudjanak írni, a lábait pedig a lányoknak, hogy jobban tudjanak táncolni. Én úgy gondolom, mindenki megkapta a maga részét, én is elveszem a magamit, s azzal a maradékot bekebelezte. Nagyot kacogott az uraság családja Péter furfangján, s megajándékozták marhával, borjúval, s még birkával is. Megy haza Péter, meséli a szerencséjét Pálnak. Megállj, Péter, ha te egy kakasért ennyi minden jót kaptál, akkor én, ha ötöt viszek, biztos többet kell lesz kaptam. Azzal Pál megfogott öt kakast, elvitte az urasághoz. Az uraság jól tudta, honnan fúj a szél. Nem akarta az ajándékot elfogadni, de Pál addig is tengedett, hogy mégiscsak elvette. De azt kikötötte, hogy a kakasokból neki is kell lennie, épp úgy, mint Péternek. Megsütötték a kakast, ezt mondja az uraság Pálnak. No, Pál, az én házamnál az a szokás, hogy aki hozta az ajándékot, az is ossza el. De úgy oszt, hogy mindenki kapjon belőle. Ha jól osztod, hasznát veszed, de ha nem jól osztod, 24-et veretek rá. Pál nekilátott, tehát nem volt annyi istenes esze, hogy el tudja osztani a kakasokat. Mikor az uraság látta, hogy Pál semmire se jut, elhívta Pétert. Hát, uram, nem tudom, hogy el tudom-e osztani, de én mindig jó bárhozban a Szent Háromságban bíztam. Talán most is segít rajtam. Én úgy tartom, hogy az úr és az úrnő s egy kakas kitesznek egy háromságot. A két úrfi s egy kakas nem külön, s két kisasszony s egy kakas, az is csak egy háromság. S én, szegény ördög, s két kakas, mi is kiteszünk egy háromságot. Sos már mindenkinek jó étvágyat kívánok. Az egész ház népe kacagott Péter furfangján. Az uraság Pát 24-ig verette, Péter pedig megajándékozta házzal s telekkel. Még máig is él, amíg meg nem halt. Zója! Na hát akkor megmutattátok, hogy mit tudok sütni. Most arra vagyok kíváncsi, hogy milyen ügyesek vagytok. Ugye szőni, fonni, mindent kellett ezeknek a gazdaszonyoknak régen, hogy milyen gyorsak vagytok, hogy milyen gyorsan tudjátok ezt a gombolyagot feltekerni. De nem az egészet, ne féljetek. Egy bizonyos hosszúságot így kigurítunk nektek, jó? És a másik. Fogd meg, gyorsan. Nem baj, te még majd otthon gyakorold, jó? Mert hát tudjátok ezt a gazdászonykodást, ezt meg kell igazából tanulni. Tehát mondd a nevedet, jó? Zoya. Zoya. Hangosan és a mesét címét is, jó? Zoya. És első kategória, ugye? Igen, most már azt mondtátok, hogy igen, hogy legyen az első. A cigányról. Volt a világon, hetet-hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a furtafarkú malasztúr, még azon is túl, egy rettenetesen nagy tokolyafa. Annak a tokolyafának volt 367 ága, minden 360 ágára voltak asztva egy-egy rongyszoknya. Minden rongyszoknyára volt 366 ránca, minden rinci ránca volt 366 bolha.
Aki az én mesém szívesen hallgatja, ezt a sok bolhát mind megropogtatja. Volt a világon egy híres kisasszony. Azt mondta, hogy ő csak német grófhoz megy férhez. Jöttek hozzá mindenféle grófok, de ő mindenkit kikosarazott. Utoljára két szép magyar legény volt nála, de azokat is kikosarazta. Mentek bosszusra hazafelé. Hát találkoztak egy csinos barna legényel, aki éppen bajtott be. Sáros volt a lába, meg mindene. Kérjük tőle a grófok. Szeretnél-e gróf lenni? Ugyan kérem, alassan már ki ne szeretne gróf lenni. No, akkor adunk neked szép grófi ruhát, felülsz a hintónkra, behajtasz a kastélyba, és bejelentkezel, hogy te német gróf vagy. Úgy is volt. De hát a cigány még meg sem mosakodott jól, úgy vette fel magára a grófi ruhát. El is ment a kastélyba. Bejelentik a kisasszonynak, hogy német gróf érkezett. Vezessétek az ebédlőbe! Be is vezették, adtak neki vacsorát. Oszta kisasszony, hogy már késő van, majd holnap reggel találkozik a német gróffal. Utasította a szolgálókat, hogy fektessék le a hálószobában. Le is fektették a cigányt. Le is vette ő magáról a felső ruhát, de a sáros gatya rajta maradt. Ebben meg sáros lábszárral feküdt a szép sejemányba. Reggel a kisasszony már nem győzte várni, hogy felkeljen a német gróf. Elment, hogy ő majd felkölti. A cigány éppen akkor vackárkodott fel. Feltette a lábát, ahogy a cigányok szokták a nyoszony szélére, és vakargatta róla a sarat. De hogy szavamat ne felejtsem, este adtak neki szép éjjeljegyét, amilyen a grófoknál van, hogyha kell, abba szükség legyen. Elő is vette a cigát, de aztán gondolta. Ej, hogy piszkítsak életbe, mikor nekem otthon a főzőfazekam sincs ilyen. Fogta magát, és leült a kályha mellé. Aztán megint elérte, és leült az ajtósárkába. Reggel megbe a gróf is azt, hogy jó reggelt kívánni. Beköszön németül a német grófnak. Guten Morgen! Szétnéz, látja a piszkot az ajtó mellett. Jaj, vasszisz! Az még csak a kis vasszisz, de tessék nézni, a kályha mellett van a nagy vasszisz. Fogta, kiverték a német grófa gondolából. Szaladt, amit csak oda megyek a két magyar grófhoz. Azok nagyon nevettek, hogy sikerült megtrépálni a válogatóról kisasszony. Azóta biztos férhez ment valaki a szégyenletében, ha volt aztán valami, aki elvette feleségül. Köszönjük szépen, de akkor mit mesél, mit hallottunk, hogy kiket kosarazott ki ez a gróf kisasszony? Ki figyelt? Kiket kosarazott ki? Magyar grófokat. És a magyar grófok szerintetek mennek katonára? Vagy voltak katonák régen? Nem. Bizony, neki kellett a... Már is az első sorban menjünk, hogy két magyar legényt akarok itt most látni. Méghozzá Dánielt és Leon, gyertek ide, és mutassátok meg, hogy milyen gróf is lenne belőletek, jó? Vagy milyen igazi katona lenne belőletek. Gyertek ide. Na. Van ez a két legény. Micsoda pes legények. Az egyik szebb, mint a másik. Azt menetelni tudok-e? Te tudsz? Te is tudsz? Nem? Akkor megtanítsunk téged? Jó, akkor te leszel az első, jó? Akkor énekeljük, aki nem lép egyszerre. Gyertek utána, jó? Aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére, pedig a rétes nagyon jó, katonának az való. Nem megyünk mi messzire, csak a világ végére, hogy sem leszünk.
leszünk sokáig, csak 24 óráig. Na, mi a menetelésnek az igazi módja? Hm? Mondja csak el nekünk. Hm? Mit kell csinálni? Azt mondták, hogy te tudsz menetelni. Hm? Jó magasra emelni a ladakat, ugye? Így szépen, és egymás után mindig. Jó, akkor te is már legközelebb megtanulod. Jó. Na, hát akkor mit szóltak legények? Hogyha kipróbáljátok másképp is az erőtödet, jó? Jó? Mit szóltok hozzá, mert a legényeknek, meg a, hát igazából ügyesnek kellett lenni, húzzátok a kötelet, jó? Én hoztam nektek egy kötelet, tessék, te mész az egyik oldalra, te meg a másikra, itt lesz a közepet. Tudtok, mit fogjátok, tartsátok, úgy. És akkor először mondjátok a neveiteket. Mondd hangosan a nevedet, hogy mindenki... Te van Dani. Dani, és te meg? Orbán Lian. Lian, vagy Lian? Lian, aha, na most akkor... Várj, fogd meg még. És próbáljátok meg a többieknek, ti többiek, a legényeknek drukkolni. Még egyszer a nevedet? Stefan Dani. Dani az egyik csoport, Lian a másik csoport. Jó, próbáljátok meg drukkolni. Na. Én leszek itt a közepén, még egy csöppet. Várjatok, még engedjétek el. Úgy, így, jó, most fog meg, mert most talán középen van. Most tartsad, és akkor én leszek itt középen. Na és akkor, drukkoljatok. Elkészülni, vigyázz rajta! Liam, 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 Okay.
kért sok van beteg és ember, aki másra nem volt alkalmas, csak vízhordásra. Ő lett a vízhordójuk. Volt neki elég dolga így is, mert ez jó csapat volt. Sokat dolgozták, hát sokat ittak is. Alig telted lennék, anélkül, hogy ne szittak volna a vízhordót, mert nem jözi a sok embert. A vödrök mindjárt üresek lettek, lóttok, futok. És egyszer aztán kiderült valami. A vízhordó letette a két vödör vizet, a szerszámos láda mellé, s elment a bányászokért a szénfalhoz. Hívta őket. Hé, emberek, adjátok a munkát, itt a friss víz. De mire a bányászok eljutottak a vödrökhöz, nem volt abban majd. Majd, hogy a fejéhez nem vágta a vízhordónak az üres edényeket. Nem is csoda, hisz majd meghaltak a szomjúságtól. Te bolondál öreg anyádat, ne minket, kiabáltak vele. Alávaló vagy mindöznél, s még a vízhordásra is lusta. Mi keresünk rád, az egyik éppen a bányászampal van, akartam tisztességre tanítani, de az első vajjal visszatartotta. Én emberek, tegyünk egy próbát, hát ha nem ez a szerencsétlen hibás. Ő azt állítja, hogy telehozta a vödröket, de mire értünk jött a szénfalhoz, a víz eltűnt, a vödrök üresek, de nem lyukasak. Itt valami útszúcsának kell lenni, jobb, ha a végére járunk. Úgy is lett minden, ahogy az első vajár mondta. Barán félrehúzódta, de csak annyira, hogy ne veszítsék szemük elő a vödröket. Alig tudtak vissza. Most besegítettek az acsalatok mögött, hál, óvatos lépteket hallottak. Majd kiugrott a szemük, annyira figyelték, mi történik a vödrökkel. És mi történt velük a vödrökkel? Mit látták? Hát egy törpe közeledett a vödrökhöz. Felhajtotta először az egyiket, majd a másikat, és fenékig kiírta a vizet. Még a szakállat is megtörülte utána, és aztán dohogott magában valamit, mert kevésnek tartotta az innivalót. Nagy óvatosan elbelegott, rongyos nadrágja belelógott a sarka. Ahogy a törpe elment, a bányászok előjöttek a húgóaikról, tanakodni kezdtek. Mit tegyenek? Másnap még több elvesték a törpét. Jött is, számogott. A vízszordó pedig alig tudta visszatartani, hogy se akarja neki, mert olcsán a dolgainak, aki miatt annyi szigas kapor, tanakodta. Mit csináljanak a szomjai bányatörtékvel? Meg nem ölhették, mert ott bányt hozott volna rajus. De meg kellett tőle szabadulni. Legközelebb aztán egy pár szép új csizmát, egy új öltözetet tettek a szerszámos láda mellé, és úgy vártak a jövőn. Jött is, felhajtotta a vizet, és észrevette az ajándékot. Ledobta gyorsan a rongyos ruháját, a szakadozott csizmáját, felvette az ujját.
sem dolgot már, mint máskor, mert táncolt, örömében többet nem látták a bányászok, elment. No, leányom Jennifer, meg Emma, mit szóltok hozzá, hogyha ti is még egyszer egy kicsit megmutatnátok az ügyességeteket. Emma, gyertek ide, jó? És én arra vagyok kíváncsi, hogy milyen ügyesen tudtok babot szemezgetni. Mit szóltok? Jó? Ide, mert most nincsen asztalunk. Tessék, ide gyert, a csücsületek is. Na és akkor adok nektek egy marék ilyen babot, egy marék neked is. Ebből is adok még egy marékkal. Emmának is. Na és akkor az lesz a feladatotok. Összekeverem, hogy ide kiválogást a világosabb babot, jó? Te ide. És az lesz az ügyesebb, aki kiválogassa a világosabb. Két már hogyan, ahogy gondoljátok. Majd miért ügyesek ezek a lányok. Nyugodtan. No, Jennifer, Emma, Jennifer, Emma, no, gyorsan, Jennifer, Emma, no, vigyázzatok, legyen benne bajnaba. Csak ilyen tarkaba, ugye ez a tarkaba? No, jó, ügyes, még tízen is lehet. Jó. Nagyon jó. Na, még egy csöppet, még. Na, jöjjön az ügyesek. Na, nem sok párnak, van csak egy párpagos. Nagyon jó. Ó, Emma volt az ügyesek. Nem baj, de hát a Jennifer, Jennifer, te pedig üljél le ide, és várjad hozzá egy kicsit, hogy te is elmondhat a mesétet. Jó? Azért beállnak. Mondjad hangosan a nevedet, hogy mindenki hallja. Tehát akkor Kocsmáros Emma. Kocsmáros Emma. A megpatkolt boszorkány. Volt egy falus kovács, aki parasztoknak dolgozott. Volt annak két inasa is, meg egy felesége. A két inas az istállóban aludt a tehenek mellett. Az inasok egyformán jogúban kerültek a kovácshoz, az egyik éppen annyi dolgozott, mint a másik, de elkezdtek mégis nagyon különbözni. Az egyik egyre csak fogyott, mondja is neki a cimborája. Mi bajod van, beteg vagy? Szemlátomást akadsz? Majd megtudnád, ha az én helyemen feküdnél? Na, ha csak ennyi a baj, cseréljünk! Te feküdj be a fához, én kimegyek a szélre. Így is lett. A kovács felesége boszorkányból. Éjfél felé kilopózott az istállóba, fogta a kántárt a szélen fekvő inásnak a fejére tette, hátváltozott lóval, és a boszorkány tokajdalóba mutatta a boszorkányok találkozójára. Amikor megérkezett, kikötötte a lovat egy fához, a többi boszorkány körbevette és dicsérte. De fajnóra tettél szert, hé! A kovács felesége rájuk sem hederített, csak bement a palotába. A lóval változott inas pedig addig-addig dörgölőzött a fához, míg le nem dörgölte magáról a kantárt és a varázslatot. Amikor visszaváltozott, már is jobban érezte magát. Odalapózott az ablakhoz, hát látja, hogy ott a nagy temérdek boszorkány eszik, iszik, táncol, mindent elkövet. Az inas felismerte köztük a kovács feleségét is. Na gondolja magában, ha te kibabráltál vele, majd én is kibabrálok vele. Összenyalabolja a sok seprűt és eldugja őket.
aztán a kantárral a kezében felmászik az ajtó fölé és várakoz. Amikor egyet ütött az óra, a nagy temérdek boszorkány vonult ki az udvarra. Keresték a seprünket, de sehol sem találták őket. Amikor a kovács felesége jött volna ki, az inase fejére dobta a kantát, átváltozott lóval boszorkány, és mire a többi boszorkány észbe kapott, az inas már régen lovagolt. Az udvarról az inas bekiáll. Gazd uram, keljen fel! Hoztam egy lovat vasaltatni, nincs rajta vas, üssön mind a négy lábára. Nagy nehezen felkelt a kovács, és az inas is. Megvasalták a lovat, és visszafeküdtek hajnalra. Aztán kimentek reggel a műhelybe dolgozni, ahogy szokták. Eljött az idő, amikor a gazdaszon kiszokott szólni, hogy kész a früstöm, de nem szól. Erre a kovács beküldi az egyik inas, hogy nézze meg, mi baja van az asszonynak. Hát az kiabál. Gazd uram, a gazdaszony fekszik. Micsoda? A kovács erre beküldi a másik inas. Az azt mondja. Gazd uram, a gazdaszony fekszik. És még be van takarózva. A kovácsnak erre már a fejébe szállt a vér. Benyit a házba és kérdi az asszonyt. Asszony, mi bajod van, miért nem csináltál füstököt? Az asszony meg se szólál, csak pislogat mindenhol. Az inas, aki megvasalta a lovat, az lekapja a dunnát a boszorkányról, és elkiáltja magát. Gazd uram, látja, kik patkol meg az éjjel? A kovács restellette a dolgot. Leszette a felesége mindkét kezéről, lábáról a vasat, és rámordult. No, tűnj el, többé ne lássalak! Elment az asszony szó nélkül, ennyi volt mesélőt. Én mondom nekik, hogy mi ez a füstök? Tudjátok, mi ez a füstök? Reggel! Na, te is szoktál, ugye, patka? Lucskáj, nem? Lucskáj, mert a Lucskáj kultúrmányzó. Na, van még nekünk itt egy, még egy leányunk, gazdasszonyunk, Barbara. Gyere, te is. Ebben a kategóriában már csak ketten vannak. Na és akkor én arra vagyok kíváncsi, hogy melyikőtöknek hosszabb a haja. Na, rá szerint fogjuk kiválasztani, hogy vagy egy pántlikát válasszuk? Mit szóltok? Hogy ki hosszabb a pántlika? Na, mondjátok, fiúk, legények, aha, ja? Na jó, akkor nem mondjuk ki a patlikáját, hát akkor Jennifer nyert. Na, Jennifer, akkor te mondod a mesédet, Barbara, te pedig üljél le, és akkor várok hozzá. Jennifer változós, már egyszer volt volna volt egy cég házas volt, annak sajnos nem volt egy cég gyermekség. Az asszony ma annyira el volt keseredve, hogy így szólt. Én nem volna, hogyha még egy kis malac is lenne. Csak lenne. Úgy is lenne. Született neki egy kis malac. Dédelgették, nevelgették, úgy, hogy még beszélni is mit. Ahogy tudték, erre-arra egyszer az oldalra rákozott. Kosara, és meg a boldra is mondott. Egyszer már szűnt a lenne a halazban. Én sem van. A lányok mennek eprét. Hány menjek velük én is? Édes lányom, ne menjél velük, hiszen tudod, hogy ki fognak nevetni végét. El fognak szaladni tőled. Én nem bánom, én édes anyám. Én akkor is elmegyek. Aztán már szedik magamnak egy. El is ment. Meg is volt egy szép próba. Megtudta a szomszéd legény, hogy a lányok mennek eprézni. Azt is megtudta, hogy melasszúcsa is működik. Véletlenül azt is meglátta, hogy malacúcsa levitt a malacből, nem mosakodott szépen. Kibontott a szép aranyhája, nagyon gyönyörű szép aranyhája volt. Amint végzett, visszavette a malacből, és indult is haza. Mert hogy számát ne tévesztem, amikor ma a legény hazaért, ma mindjárt mondta az anyja. Én is anyám,
a szomszédból rászúrtsak. Jaj, fiam, nem tudsz magadnak tanulni valaki más? És na, én meghallom, hogyha nem lehet elvenni neki rászúrtsak. Mit fogsz, mit tenni? A szomszéd azt mondja, elmenni kérek, én rászúrtsak. Rászúrtsak, kínolgat őket mindenben. Végkedből is, végkabból is. Én is vannak. Én nem lehet tenni magadtam, de a fiam visszajött a szégét. Elnézni hozzá a feleségét. Elnézni, mondta az anyja, hiszen még két szeretőm tégét. Olyan gondolkozott, aztán ezt felelte. Ki is tűzték rá, lakodalmat, de kedetét orszakban is hallottam. A lábzi végén felküldték őket aludni a hallókamra alatt, de a legény azt mondta, hogy készítsék ki egy szép ruhat, de mindenféle dolgokat. Úgy léptek aludni, a legény a félelmetésre a szívcsak. Júlcsi, Júlcsika, vedd ma le azt a csúnya malát bőt, legalább egy éjszakára, addig kérdelték, még de nem tették. No de, azt is mondta az anyjóra, hogy mégiscsak tüzet is rakjon az anyjára. Amint levették, rádobta a tűzre. Reggel ma húzta volna félbe a szűrcsa a mázból. De rakta rajta se volt. Mit tettél vele? Így már hogy fogom kimérni? Nézd csak, felvesszük ezt. Aztán már kimérjük. Kimérjük. Egy nagyon szép, gyűjt házasból alfán a szép előtt. A szomszéd legénynek, a másik szomszéd legénynek is mit tetszik, kérdésem. Mondta az a fény. Édesem, én meghallgatok. Jó van, fiam, de kit teszel? Ha a tél senki más, csak a szomszéd. Csak a szomszéd. Szomszédba aztán lehet a disznót. Jaj, fiam, milyen gondoltam aztán azt. Nem, válaszol magadnak valaki most. Édesanyám, én meghallgatok, hogy nem egyedi állt, aki mellemény ezt a disznót. Nem látta, hogy milyen szép asszony, mint a Máció Csavó? Hogy az én asszonyomból milyen derék a szólisz? Miért nem kérdezni a disznót? El is ígérték neki, de csak szarszkodották. Ki is olvasta a kapétel asztalra? A legény legzit is akart. Mégis csináltak rá. Lakodalmak. A legzi végén feltarcoltatta a hallásport a hallókamra. A legény kérdezték a disznót. Csók, ölel ma meg édes. A disznót se kell nyit fel. Csókol ma meg édes. A disznót megfordul. Lehelt a legény orrat. A legény fején ott volt bunkózott. Püff-pak, jól verték. A disznó jött télben. Hazaszaladt. Így végződött már a szűcsa történeti. Biztos tudjánk, hogy ez valamilyen gyűjtés, ugye? Ilyen nagyon szép perc készítettek annak idején a lasszonyok, parfát, a kelennyiüket. Tudjátok, hogy mi a kelennyi? Az, amikor mentek férhez a leányok, és akkor készítették neki, ugye, az anyukájuk elkészítette a kelennyét, vagyis azt, amit vitt magával a házasságba. Tehát nem csak surcot, hanem minden mást is. És ez is egy nagyon szépen el van készítve, és még hát megmutathatom, hogy van szép alsó szoknya is, ugye? Ez a szoknyák talán minél több alsó szoknya volt, annál szebb volt a lány, úgyhogy ez is egy gyönyörű alsó szoknyák vannak itt. És természetesen a szép blúz és a mellénke is. Úgyhogy meg is fordulhat, csinálta, pörökhetszett még egyet. Nagyon szép, na, gyönyörű, ugye? Még a másik oldalra is kérünk egy pörgést. Na, nagyon jó. Akkor mondd el szépen a mesédet, légy szíves, és először a nevedet. Merre Barbara. A kardos asszony és a múja ember. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy házas pár. Az asszonyról kiderült, hogy nagyon gondos tudott lenni, olyan nagyon meg tudott mérgedni, hogy az embernél meg is lehetne. Az ember
előtt pedig kiderült, hogy olyan kis veszély, olyan kis szuszodi-muszodi. Egyszer az asszony szilvalettát főzött, az ember pedig ott ült a kucikban és szaglászott. Mit főzöl, asszony? Mit főznél te? Semmire kellő. Patkánymérget főzök. Nem, hogy ide dugod az ordat, aztán belényalsz. No, ide hallgass. Én most elmegyek a vásárba. A kis pulykákra vigyázz, mert ha egyet is elvisz belőlük a kána. De már ne kerülj többet a szemem elé, megértetted? El is ment az asszony. Az ember rögtön összekötözte a kis pulykákat egy madzagra, nehogy szétszaladjanak. Mentek azok az erdőbe, ő meg lefeküdt egy bokor mellé. Ahogy ott feküzgélt a fülön, egyszer csak jött a héja, és lecsapott a kis pulykákra. Vitte az összeset, mert össze voltak kötözve. Az ember nagyon megijedett. Jaj, mi lesz vele? Az asszony tisztára agyonüt. Én inkább megeszem a patkánymérget, aztán meghalok. Be is ment a házba. Megölett két, vagy tán három üveggel is. Ízlett neki nagyon. Este jött haza az asszony, és kérdi az embert. Te még most is itt fekszel a kocikban? Hát a kis pulykák pedig hol vannak? Jaj, elő se hozd, jó asszony! Hagyjál már ennél békén meghalni! Mind megettem a patkánymérget, mert a kis pulykákat elvitte a kánya. Az asszony elkezdett kacagni, és csak kacagott, és csak kacagott. Nevette nagyon az együgyű embert. Most az egyszer nem is verte meg. Nagyon jó még a riba. Mi szoktok hozzá, hogyha kihagytam a ribánál, itt nem megtanuljuk? Igen. Jó, ismeritek azt? Azt az éneket akkor most megtanuljuk, de gyertek haza a ludacskáim, azt ismeritek azt a ráadatot, nem? Na most akkor kérek egy farkást, valaki farkást. A második, na gyere, te leszel a farkas, és most még kérek három leányzót, például, mindjárt mondom, Réka, Kovács Réka, ezen kívül Honyak Júlia, és hát a második kategóriában nincs is több lány. Van még lány? Azt hiszem, hogy négy is. Jöhet még egy harmadik kategóriás is? Ja, Maradjunk annál. Jó, hát akkor még egy legényt kérek, jó? Még például a Balogh Péter. Na, gyere Péter! Na, te leszel akkor a párkás, jó? És leszel a bokor mögött, jó? És ne tudsz így dolarkodni. Na, és akkor én titeket kihánytalak a rétre, jó? És akkor már arra ügyeljetek, hogy el ne kapjon titeket a farkas, jó? Na. Kihajtom a ripám a hétre, magam is leülök melléje, elkiáltom magam egy igazam, ne menj a szomszéd úr földjére. Noli bácskán, ludacskáim, itt maradjatok. Ha már kihullak haza, már csak akkor gyertek. De vigyázzatok, mert ott tolálkodik a farkas. El ne kapjon valamelyikőtöket, mert akkor a életeteknek vége. Jó? Gyertek haza, ludacskáim! Még maradjatok ott? Ó, ilyen hamar ma is hazajöttek. Nem megyünk! Ismeritek ezt a játékot? Na, akkor kezdjük. Gyertek haza, ludacskáim! Nem megyünk! Miért? Félünk. Mitől? Farkastól. Mit csinál? Mosakodik. Miben mosakodik? Miben törölközik? Isztica farkával. Gyertek haza, ludacskáim! Megyünk, ne pusázz! Gyertek, pusázzok! Gyorsan, gyorsan! Na, farkastól meg kapja el! Farkastól! 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 Farkastól!
Farkas, na, kezdjük el még egyszer. Kihajtom a gépám a létre, magam is örülök meléje. Elkiáltom magam, egy igaga, ne menj a szomszéd úr fölgyére. Na, most ez egyszer megúsztaltok, mert hát a Farkas cicomázta magad, taroshozott és ülködött, lustalkodott. Na de most már szerintem nagyon vigyázzatok, mert fenni van a fogad, jó? Na. Gyertek haza, rudacskáim! Nem érjük! Miért? Félünk! Mitől? Fárkástól! Mit csinál? Mosakodik! Miben törölközik? Gyertek haza, rudacskáim! Na gyertek, 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 gyertek! Na, jó van! Na, csak megfogok valakit ez a fárkás, hogy hívnak téged, kivel? Kovács Réka. A többiek, hát én szerintem, váratkozzatok a helyeteken, jó? Már legközelebb, és akkor már utána jöttök ti is. No! Réka, mondjatok! Nevetek még egyszer! Kovács. Jó. A ravasztani kivacskát. Egyszerűen, hol nem volt, volt egy szeretszegény ember. Annak volt forró fia. És ez a szegény ember olyan öreg volt, hogy meg akart halni. Egyszer magahoz hívta forró fiót. A legnagyobbikra hagyott egy szamárt. A középsőre egy malmot, a legkisebbikre pedig egy kangyú macska. A fiú igen szomorú volt, hogy neki csak egy macska maradt. Majd hirtelen megszólalt a kangyú macska. Ne búsulj, édes gazda, majd csak megsegít minket a jóisten. Mentek fürödni a patakra, a fiú levette magáról a ruhát, és megfürödni. A macska meglátta, hogy jön egy hintó. Gyorsan a piszkos ruhákat bedobta a bokorba, és elkezdett járgatni. Jaj, az édes gazdám, a nyúlvölgyi grófúr ellopta a ruháját. Egy nagycsalgos úr kiszállt a hintóból, ravatta a parastyot, és beültette őt a hintóba. A macska ment a hintó előtt mindenhol, és megállt egy tablapuszonnal. Szólt a munkásoknak, hogy ha erre jár egy nagycsalgos úr is megkérdi, hogy ki ez a tablapuza, feleljétek azt, hogy a nyúlvölgyi grófúré. Úgy is lett. Jön a hintó, kiszáll belőle a nagycsalgos úr, és megkérdi, ki ez a tablapuza? A nyúlvölgyi grófúré, felelik a munkások. Megy tovább a macska egy erdőhöz ér. Mondja a fagalgóknak. Ha erre jár egy nagycsalgos úr és megkérdi, hogy ki él a szép erdő, mondjátok azt, hogy a nyúlvölgyi grófúré. Jön a hintó, kiszáll belőle a nagycsalgos úr, s megkérdi, ki él a szép erdő? A nyúlvölgyi grófúré, felelik a fagalgó. Megy tovább a macska, egy palotához ér. Bemegy, ott egy barózsló. Adjon Isten, kangyúr macska! Én mindennek ott tudok változni. Mit akarsz, minek változzak? Mondja a barózsló. Hát, egérnek te biztos nem tudnod. Majd hirtelen kilátta innen a barózsló, átbaltozott tegérré. Majd a macska gyorsan megette őt. Kijön a macska a palotából, és megérkezett pont a hintó. Köszönöm. Tessék csak begyűnni a nyúlvölgyi grófúr palotájába. Így lett a szegény legényből nyúlvölgyi grófúr. Övé lett a tabla buza, az erdő, és még a palota is.
hogyha papír a főbe... A papír, akkor becsomagolom. Becsomagolom, jó. Hogyha az olló a papírba, akkor... Akkor szétvágod. Igen, és hogyha az olló a főbe... Olló a főbe. Akkor a kő kicsorbítja az ollót. Na, akkor tudja mindenki. Na, kezdhetjük? Kő, papír, olló! Oh my God! Na, most akkor ki lett a nyomás? Izgulsz, Péter? Nagyon. Figyelj, elárulhatok neked egy titkot? Igen. Mert sem mondóként én is szoktam rám izgulni. Tudod, mit szoktam ilyenkor csinálni? Mit? Veszek egy meglevegőt, azt elkezdem mondani a mesét, azt elfelejtem az izgulást. Kicsit, ilyen nyugodtan. Hát, az nem csak úgy van. De úgy van, hagyom! Mondd meg, ki vagy, honnan jöttél, és úgy kell. Hát, Tarnabörgőről jöttem. Na, igen. 12 éves vagyok. Na. Aztán milyen mesét szoktam? A két koma. Jó, vagy nagy jó mese. Na és a nevedet még egyszer elmondod meg. Balogöhör. Hát meg is lehet a közösséget, már nem kell is gulni. Akkor kezdhetem? Kezdhetem. Akarod, csak akkor. Na, mindjárt. Jó, tudom, azt mondjam. Két koma. Volt egyszer, hol nem volt, volt két koma. Az egyik kavácsolt ciga, a másik magyar. Azt mondja egyszer a magyar koma. Come on, Murat! Itt az erdőből láttam egy faldobó rengeteg méhet kigyönni. Meg is magyaráztam erre. A szegény cigánka gond ütte, hogy jó volna egy kis méz. Fogta a zsétát, hogy hozz bele mézet. Várta a kis meg magába, úgy indult az erdőbe. Meg is tanulta ő azt a fa, de nem volt abban egyéb, mint sok darabs. Ahogy felmászott szegény a falra, belenyúlt az odóba, hát úgy összemárta a sok darázs, hogy alig bírt hazamenni. Látja a felesége, hogy már hazafelé tart az ura. Mondja a legnagyobb gyereknek, ered már fiam, nézd csak, apád alig bírja a mézet, segíts neki. Szalad is a gyerek, mikor odaér az apjához, kérdezi tőle, apám, apám, hoztál a mézet, segítek vinni. Hoztam nesze, adott neki egy pofont mérgében. A fiú leült sírva, mikor meglátta az asszony, hogy leült, mondja a középsőnek. Ered te is, fiam, nézd csak, a bátyád már eszi a mézet. Annak az is éppen úgy járt, mint a testvére. Annak is adott egy pofont, az is leült bőgve. Küldi az anyja a legkisebbet is. Ered már, fiam! Már mindketten esznek. Az is éppen úgy járt, mint a két bátyja. Az is leült bőgbe. De az asszony még akkor is azt gondolta, hogy mézet hoz az ura. Ment elébe ő is, követette a részét. Hoztál-e ember mézet? Mézet hoztál-e? Annak is adott egy pofont keserűségében. De közben fogadkozott magában. Ezt még megkeserüli a paraszkoma, ezt még megadom neki. Úgy is volt. Egyszer vitte a paraszkoma élesíteni a vasat a komolyából, mikor készen lett, azt mondja a kovács legnagyobb fiának. Na fiam, ered keresztapádért, mondd meg neki, hogy készen van a vas. Mikor látta, hogy már csak annyi ideje van, hogy megfeketedjen a vas, kivette a tűzből, letette a földre. Na, komám uram, ott van már a vas, csak vigye! Felkapta a paraszt, belesült a markába, elkezdett csúnyán káromkodni, szidni a komáját. Nem úgy van, koma, kölcsönkenyér, vi?
Tudod-e? Hosszú lépjék a sós kalsók. Görgeljek, ha? Répalsók. És tudod-e? Répalsók, de tudod miért? Mert olyan répak nőttek itt, mint az alkáron, ne? Igen, kapcsinálni is azt tették. Na, azt mondja, hogy operenciás tengeren innen és túl, a szoros kő innen és túl, a hegyen innen és túl, még van egy legényünk, a Varga, ugye? Na, gyere Varga, te is mondd, és akkor most te is mondd el, hogy hogy hívnak a szilítás a jablon a jablon. A azt mondja, hogy van másoknak? Van másoknak? Igaz ez, apa? Igen. Szilicejek voltak a bicskások. Igen, és a szilicejek a bicskások, mert még a Jablonszára mit mondtak, hogy mit mi az ott? Az a vinhássalok, nem? Ezt is jól tudom? Igen. Na, és azt miért mondták? Azt tudod, hogy miért mondtad? Na, akkor apa, te vagy a Jablonszai, állod el nekünk, hogy miért volt az ott vinhássalok. Ott ért véget a világ. Meg azt mondta, az soha nem volt vihar, nem? Nagyon igen. Tudom, ott volt a legkevesebb. Megrekedt a vihar. Megrekedt a vihar, így van. Na, Abel, akkor mutatkozzál be és mondd el a mesédet nekünk. Jó, Tibó, Abel vagyok. Megjárom szalmú, ugye? Na, jó, tetted. Na, mondd el a mesédet nekünk. A borújattól meg. Egyszer volt honnan. Volt egyszer egy év. Sok pénze volt aztán. Haraptól meg összebeszélt. Jaj. Akkor este a jajzó. Na, addig nem felszem le, karnak meg másik. Az első torvány az ablak alá ment hallgatózni. És pontosan akkor ért oda, amikor a jaj fásított. És mondta hármasan, na, eljött már az egy. A legény magára értette. És ilyetem ment vissza a cimborájhoz. Hé, itt már nem lesz semmi. Ami? Ajjaj, megszimatoltól ki a várjukra. Hogy? Hogy? Ha amikor az ablak alá értem, azt mondta, hogy eljött már az egy. Na bárcsa, kipróbáljuk. Elmenjünk mind a kettő. Mondta a bárcsa. Odaértek az ablak alá, a jajnak akkor azt mondta már. Na végre eljött már a kettő. A legényen megértek, szaladtak vissza. Ez már minden kélemnek. Nem lesz semmi a hatástól. Na mindegy, tegyünk még. Na talán. Odaértek az ablak alá, és a Ján akkor alsította a lányának. Na végre eljött mind a három. A lány letette orsóra a kutyája, még az apanással. És megy megébredni a kiskutyája, aki takarja neki. A legények jó, látták, hogy a Ján jön kifele, és betűntek a kertbe a töknek volna. A jaj meg a hambitról elkezdett kiabálni. Tök alja meg! A legények nem, megijedtek, nem tudták, hová legyenek. A miféle boszorkalni. Még azt is meg tudta szimatolni, hogy sötétben a töklapó alá a bújtó. Elmenekültek a dolgok, nem adtak a rablásról. Biztos jöttek többet, és a jaj nem maradt a pénze. Még. És ha vége nem lett volna, akkor? Ha vége nem lett volna, akkor... Akkor még most is? Még most itt tartanak? Tessék? Még most is tartanak? Tartanak. A legközelebb majd folytatok. Így van, legközelebb folytatok. Köszönjük szépen. Na még akkor kérem a következő... Lejött a zenejedre, jó? Hornyák Júlia, kezdjük tanulni. Köszönni szalvővetőt? Hát hogy mondjam? Úgy, hogy az Isten áldja meg a munkáinkat. Jó, máskor úgy teszem, megtaláltabudott ember, találkozni két belekül emberrel. Vigart Vászló Lórát. Vigart. Miből van a legtöbb a világon? Mi ő? Hol nem volt, de bizony igaz nem. Matyás királynak sok fiúk volt a vendégek között. Elkezdtek beszélgetni, hogy miből van a legtöbb a világban. Találgattak, hogy ez van, meg az van. Oda jött
tudja, miből van a legtöbb a világon. Hát te bolond, mondták neki. Ha megmondod, 10 forintot kapsz, de ha nem tudod megmondani, 100 botot kapsz. Na, miből van a legtöbb a világon? Miből, másból, mint orvosból, mondja a bolond. Ez nem igaz. Menj be a szobádba, gondolkozzal, aztán mondd meg. Bement a bolond a szobájába, alig, hogy beért, elvetette magát, s keservesen nyögött. Viszik Matyás királynak a hírt, hogy meghalt a bolond. Megijedt Matyás király és a főúra. Gyorsan szaladtak a bolond szobájába, s nézik, csak ugyan elterült. Nagyon sajnáltak, már sokat lehetett rajta nevetni. Gyorsan mindenki mondta, amit csak tudott. Az egyik azt mondta, vizes borogatást, a másik érvolgást, a harmadik piócot javasolt. Amikor már mindjárt elmondta a gyógymódokat, a bolond felugrik, a király elébe fordul, s azt mondja, na felséges királyom, kié a nyereség? Mert ha egy palotában ennyi orvos van, vajon mennyi lehet az egész világon? Ho, itt a vége, fuss el véle, így volt, nem hiszitek, jajatok utat! Szeretés lány! Az a reslány! Te meg azt mondtad, hogy ne isem! Ezután nem ennyi verést adok, hanem eszélet, hanem annyit, hogy ki se bírja. De te a délen ezt szájapárnától. Te van szállos, hogy mindig csak parancsolgatok, ez meg mindent elvégez. De bizony csak addig ült a párnákon, míg elment az úrra dolgozni. Egy nap a leány anyja ellátogatott hozzájuk, meg szerette volna nézni, hogyan van a leánynak. Hát majdnem kétségbe esett, mikor látta, hogy a leánya dolgozik. Mi történt, leányom? Hiszen ott semmit sem csináltál. Minden hangosan mindjárt akkor elrekeg. A kicsit rejtsd a különböző, nem annyira alkalmat. Hiszen, bizony... Ezt, te nyugodtan. Az együgyű városban volt egyszer, Bolnánból, egy fiatal városban. Az anyjukat várta a látogatóba. Kimentek át a juhászhoz, hogy vesznek a juhot. Válogatták ők, válogatták. Hol az egyik tetszett neki, hol a másik. A végére mégis a legrosszabbat vették. Na, ez lesz jó kövét, még az orrán is csinálni. Az a viszték hát, levágták, megsütötték. Azt mondja az anya, sokáig van édesanyád, menjünk elé. Mennek az úton, találkoznak egy katonával, mondja. Itt élj úr, itt lakunk az úton, nem messze, a kulcs az ablakban van elrejtve. Édesanyánkat várok, de már sokáig van, így kimenjünk elébe. Béna menje, meg ne egy ábrus. Ó, mondja, hogy mennék én vég? Alig várta, hogy arrébb menjen, már szaladt is a házhoz, Bémen megjött a hús. Még a csontokat is lerágta. Közben a házaspár megint találni édesanyát. Mentek hazafelé, gondolták, hogy megeszik a hús vacsorára. Menjünk be, az asszony emeli fel a abroszt, az abroszt, és mondja az ember. Jaj, ember, nézd meg, a sok légy mind megette a hús, még a csontokat is lerágta. Igazán nem volt sok rajta. Üssünk agyonét, az asszony. Ütték, hattálta legyeket. Az asszony megint megszól. No csak deréd, ember, a homlokomon is van egy lép, azt is üsd agyon. Az ember odavágott a homlokára, az asszony el is dőlt szólnék, így ütötte agyon az együgyű ember a feleségét. Kultapad kumalacot tettetek, mi? Úgy néz ki, na, akkor köszönjük. Rantva! No, hát akkor biztos, hogy dolgok. Na, akkor köszönjük szépen. Akkor egy kis szünetet tartunk, mindjárt megmondja nekünk a zsűri hány percet. Megbeszéltük, hogy hány centiméter a röv, de a vég. Ugye a vásznak is régen arra mérték, hogy végvásznak
készítettek vagy vettek a gazdasszonyok, és én most arra vagyok kíváncsi, hogy a harmadik kategóriából Balázs Vivien, Varga Zsanett, ugye kivattak a harmadik kategóriások, hogy szerintetek hány méter a vászon, egy jégvászon? Hol vannak ezek a lányok? Igen, te az egyik, te a másik, hát az ti vannak, gazdasszonyok vagytok, nagymányok vagytok szerintetek. Mennyi lehetne az utolsó? Másfél méter? Egy végvászon? De a végvászon az azt jelenti, hogy föltekerték egy tekercsre. Tehát azt gondolkozzatok, hogy az mennyi lehet nagyjából. 20. Szerinted 20? Szerinted? 15. No. Hát akkor te voltál közelebb hozzá, sőt... De én nem mondtam. Na mondjál te is, szerinted. 18. No. 7200. 7200. 3. No. A 28 méter volt nagyjából egy végvászon, de ezt is ugye attól függött, hogy melyik gazdasszony készítette, és a hosszú léti rég. Ez a hosszú léti végvászon, igen. Sőt, az sem volt mindegy, mert a 20-as te is úgy nagyjából eltaláltad, mert azt olvastam, hogy az a posztóból volt szintén. Úgyhogy abban is, akkor még régiónként is változott, de most egy ilyen átlagot vegyünk. Úgy, mint a mese. Tessék, mint a mese. Így van. Itt van. Itt van. A felvég, meg az alap. A felvég, meg a felvég. Bizony, mindenhol. Jó. Jó, akkor gyere. Mondjad a nevedet, légy szíves. Nevedet. Balázs Vivien? Az okos Jan, meg az oksitos. Egyszer egy oksitos jött hazafelé, letöltötte a három élet. Ballagott a végtelen országúton, s egy magányosa az rákat, elkiadotta magát az útra. Jó napot! Senki. Kiáltott még egyet. Jó napot! Harmadjára már nem kellett kiáltania, mert kijött a házból egy igen szép lány. Jó napot, szép lány! Adjon Isten magának is. Hozna nekem egy pohár vizet? A jány bement a pohárért, vizet húzott a kurból, s már is nyitotta az opsitosnak. Eljje te jány, nagyon tetszel nekem. Én el nem megyek innen, míg meg nem ígéred, hogy a feleségem leszel? Hogy hívnak? A nevem olyan, mint a... A nevemnek az elejé olyan, mint a hátulja, a közepi dupla. Magad laksz itt? Dehogy magam! Anyámba, apámba, meg a bátyámba. Anyád hol van? A konyhában. Mit csinál? Főz. Mit főz? Feladj. Hát az apád elment vadászni. Mire vadászik? Hát ő furcsán vadászik, mert amit megfog, azt ott hagyja, amit nem tud megfogni, azt hazahozza. És a bátyád? Ő kiment a határba. Mit dolgozik? Kiskarból nagykart csinál. Mondjad nékem, hány éves vagy? Én amennyi, annyi, anyám kétszer annyi, apám ötvártól. Elnye te jár, én meg nem mondanám, hogy okosa vagy bolond, ki így beszél. Nem vagyok én bolond, maga a buta nem érti, mit mondok. A nevem Anna, vagyis az elej olyan, mint a hátulja, a közepi dupla. Anyám a konyhában babot főz. Már pedig a bab felhallja a refazékban, míg meg nem fő. Apámnak sok boha van a gatyarácában. Azt vadászta a gáton kívül. Amit megfog, azt ott hagyja, amit nem tud megfogni, azt hazahozza. A bátyám kiment a határba. A földünk végig eljártak a szekerek, mert kicsi volt az árok. Hát most a kis árokból nagyot csinál.
Mondjad ma, hány éves vagy? 19. Anyám 38. Apám 43. Mind a harmad gyereken 100 évesek vagyunk. Akkor átadálta az zoksitos ajánlt, megcsókolta, elhívtak egy öreg papot, felvette a vaskalapot, leánt legyint összeállott. Két lúd, egy riba, nem volt semmi hiba. Bejött a sokadalom, sátor készült az udvaron. Bársonyponyva, drága, fényes, százöl hosszú, százöl széles. Ott mulattam velük én is. Ögröt vartak, borjót süttek, százszorú bort csapra vittek. 24 kemencében sült a hús, másik 24-ben a kalács. Ehetett ott szegény, gazdag, gyalogjáró, lovonjáró, miniszter és gazdag bár. 7 nap hétéjjel tartott a lakodalom. 8. napon kiabolnékem a vőlegény meg a mennyasszony. Józsi bácsi, jöjjön vissza! Szemet számát eltartottam, mert kaptam egy olyan nagy kalácsot, hogy hazai háromszor is földhöz vágott. Bivajtejvel ragasztották, mazsolalvá keresztették, írósvajval jól bekenték, kemencében megsütötték. Olyan rasod, mint a szép ünkösdi rózsa, aki abból ehetik, megemleget róla. Úgy vagy, mint az éjjeli manát. Ha majd összegyűltünk hatóban, csak megkérdezik kérdezik. Találkoztatok-e ma olyan jó öreg bénasszony? Attól függ, milyen gondolom. Bébén csókos a rómában? Olyan, jó makácsám. Jó makács? Jó. Makácsám, hogy kitangálva. Cseprűvel repül. Van egy kalbosszatka. Én még a vasorúban abba vagy sokkal. Ez egy majdnem babat. Hát én elarulom. Azt nem esélyes, azért öreg a gyomfúk hallottam. Hol volt? Hol nem volt? Volt egyszer egy ilyen öreg asszony, de ott ma közel 100 éves volt. Ezt az igen szeretett tél. Jó, de szeretett. Egy dolog tudhatatom meg, igen fény. Halad. Jó, hát azt ti féltek el a halat? Ha? Kinek? Attól függ, mikor? Hát, hogy most elhallom, aki fél tőle. Ez jó, figyeljen! Tanuljon az asszonytú. Aki meg nem fél tőle, végig hálgatok. Na, ez az asszony igen félre tőle halaltó. Most egyszer, hogy 100 évesen, hát csak betoppant hozzá. Mondja neki, hogy na asszony, meggyüttem, én ma viszont. Jaj, az asszony, hát az nyitrit, hogy ugyan édes halalom, hát ő csak 10 évesztendőt ad nekem. Jaj, de hát a valahol nem adta azt olyan könyvben. De az asszony meg, hogy te anyádok, hát én a te nevedet ma beírtam a nagykönyvben. Én azt onnan ma ki nem veszem. De hát ez az asszony addig nyit, addig rit. Még a halalom megesett a szíven adta. Megegyeztek abban, hogy na jó van az, hogy adok neked még egy nap, de se többet, se kevesebbet. Hónap tudok, most ma tényleg viszik. Hát a haló, hát az ma, ugye ma még nem lakát köztem azt mondani. Az az, hogy meg majd, a szalasztendőt, ma csak volt valami össze addigra ma. Mondta neki, hogy na jó van haló, de tudod mit én ma öreg vagyok, ma nem bírom, felejtek. Írtam neked valahol, hát te jössz volna. A halal kinek esetük legyenül át. Fogta, azt felírta az ajtófél falra. Hónap! Ott hagyta az asszony. Most nem világon, ha megbújtottam, viszi el az asszony. Az asszony megmondja neki, hogy ha de
Éze, drága alalom, hát te a viccel, te engem sehova. Hát nézd, hogy mit írtam, fel az eltófélfal. Hó, na! Mama, van! Jaj, halal, de mérges lett. Fogta sárkon fotó termet. Innen ez egy hét tovább, mikor ma igen mérges volt ez a halal. Fogta, letörülte az írás. Hát az asszony, itt kérdette csak igazán fiú. Gondolkozott, törte a fényt, hogy mit csináljon, hogy ne kelljen neki menni. Hát ezt a kérdőt fogsz. Na majd ő elmúlik. Gondolkozott, hogy hová fogja. Azt akkor meglátnál az útvaron, volt neki egy kérdőt mézes pödönye. Volt még egy csak méz a rajongodat, nem zavartam egy üna hala. Fogta, azt elmúlt. Aztán megint törte a fényt, hogy te nem jó, mert üna hala, észrevesz, azt elvisz. Megint tört a fény, gondolkozott, hova menjen, hova bújjon. Kimaszott a törönyből, bevett a haszta, felszakított a tudjanyat, azt beledült a fény. De hát aztán, mint elkezdett gondolkozni, hogy van, de ez se jó, mert jön a halalat, az ajba keres először. Fogta, azt elkezdett kimaszni. Hát ahogy ő kecmerítette már kifelet, betoppant a halal. Nézte, nézte az asszony. Hát csak nem ismerte fel, hát a mézdül a tojú, mint drága. Jaj, de megjedett tőle. Utcú neki úgy elfordult, úgy elszaladt. Vissza se gyűjt többet. Hát az asszony meg. Hát az meg nem értette a dolgot. Na, de hát örültek, hogy nem kell meghálni. Érte, érte mi valamit. Tam még most is éli valamelyik faluban. Tam még itt te is ismer. Tudod az a vén öreg. Makács, öreg az! Köszönjük szépen! Na és akkor én még egy, megint egy mértékességem. Az öl! Tudjátok mi az? Ismeritek azt a éneket, hogy erdő mellett nem jól lakni? Igen! Csak próbáljuk meg elénekelni, és utána meg kitaláljuk, hogy egyből az mennyi is lehet valójában, jó? Erdő mellett nem jól lakni, mert sokat kell hasogatni. 13 ölet meg egy felet, öleje meg engem. Ferdinánd és Kristóf, szerintetek egy öl az hány méter lehet? Gondoljátok, elénekeltük ugye, hogy, hogy az az öl az annyi, hogy átölelhessünk valakit. Akkor az mennyi lehet? Hány méter? Na mondja, összeszokott a fiatal papban. Megszerette a papot, és kiart keresztül. Édes jó istenként, vakítsd meg az uramot, férj egy gyanakodatra, és egy este kerülő úton talán ment a keresztül. Az asszony akkor is térdepelve imádkozott. Édes jó istenként, vakítsd meg az uramot. Az ember megszólalt a sötétben. Megvakítom bizén, csak jókat főzzél meg. Másnap az asszony levágta a legszebb takást, és főzte. Mire véljen, asszony, hogy te ilyen jókat főzöl? Csak azért, mert nagyon szeretlek. Ezzel szeretnék neked kedveskedni. Néhány nap múlva azt mondja az ember. Asszony, nem tudom, mi van velem, de olyan homorosan lakom. Tényleg? Nem. Mi bajom van? Néhány nap múlva ismét azt mondja az ember. Asszony, nem tudom, mi van velem, de nem vagyok semmi. Megvakultam. Jaj, 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 mi lesz velünk? Így dolgozni se tudok. Tudja, mit ember? Kiterítem a búzzal száradni az udvára, azt fogja őrizni, hogy a baromfit meg ne érjen.
Jöjjön nyugodtan bármikor, az uram megvakul. A pap is partatva jött is. Az ember meg feléje a cséphadaróval. Hes, hes! Az ember cséphadaróval agyonverte a papot. Szalad az asszony nagy sikoltozva. Jaj, mit te? Megölte a papot! Megölte! A pap volt! Azt hittem, hogy ez egy kakas! Az volt bizony. A pap, tisztelendő úr, eljött meg látogatni magad, mert meghallotta, hogy már nem lak. Tudod, mit azt mondja? Ha már így történt, elvinnél a Duna partra. Nekem szaladsz, belősz a vízbe, mit ér már az én életem? Úgy is történt. Az ember kiadt a Duna partra, az asszony meg jó messziről neki szaladt. Amikor az ura mögé ért, az ember félreugrott, az asszony meg beesett a vízbe. Kiabalt. Húzza ki, mert megfúlok! Nem laklak, asszony, nem laklak. Az asszony belefúlott a vízbe, az ember meg élte tovább az életét. Aztán sokat sírtam, a nagyapa mindig úgy meg, hogy sokat mesélt nekem. Ezeket a meséket nagyon megjegyeztem, és most elhoztam nektek. Egyszer volt, hol nem volt, nem tudom mire volt, de valahol mégis volt egy kis falu. Ebben a faluban élt egy cigony. Úgy gondolta, mivel vasolnak, azért elmegy dolgozni. Na, bemegy a gyomtató fülkébe. Azt meglássa, hogy a papnak az órája csak úgy le van téve a gyomtató székre. A cigony letébe tett igazit, ahogy kellett, a kezét meg rátette az órára. A pap raks néz, csak szólt. Mondd, mi a védkét? Lopok, atyom! Azt nem úgy mondja, hogy lopok, hanem, hogy loptam. Arra a cigony megmarkolja az órát, az gyorsan a zsebébe dugja. Loptam, atyom! Mit kell neki? Egy órát? Visszaadtad a gazdajon? Nem, de magának visszaadom. Éj, fiam, nekem ne add, add a gazdajon. Annak megkínáltam. Azt nem kellett neki. Most mit csinálja? Altakoltás meg. Küld el a pap Isten hírjéval. Két hét múlva találkoznak, még kérdi a pap. Miért nem jössz ma gyógyni? Hát nem mehetek én gyógyni. Hát hogy menjek én így ki a sok nép közé? Mikor nekem nincs oly szép ruha. Na tudod mit? Gyere el a paruki arra, azt ott meggyóntatlak téged. Jó van, tisztelet és úr. Elment a cigony, azt látta, hogy a szakos négy disznó húsfész kapkosztal van. Éj, a cigonynak nagyon verte az orra, hogy de jó volna valahogy azt a húst kicsempészni onnan. A szakos négy kiment valahova. A cigony besúrran, kihúzta a húst a kapkosztalból, az belérúgta a kelebibe. Megy a cigonyhova, azt mondja, na itt vagyok. Gyere, az gyúl meg a bűne ide! Jaj! Jajgatott igazi, mert melegítsd a húsa, merjét! Nincs nekem sok bűnöm, elmondom én ezt egy-két sorból. Mondja, tisztelet is úr! Bűne az, hogy én kifelhajtottam a disznót a kalkostól? Hát dehogy bűn, fiam, még nagyon is jól tettem. Abbal a cigonyán szaladt. Elérkezett az ebédidő, a szakasnyi meg keresi, hogy hol van. Szalad apa, most azt mondja neki. Tisztelet és úr! Hát nem azért mondta a cigony, hogy bűn az, hogy a disznót kifele hajtotta a kalkosztalból, hanem azért mondta, mert elvitte a húst a kalkosztalból. Kíváncsiak vagytok, mi történt ezután? Elmondom hamar jól van. Azt ugye már tudjuk, hogy szegény volt itt, nem tudott mivel fűteni. Egyszer csak azt mondja az asszony. Ide hallgass, te asszony! Elmegyek egy kis harasgajó. Menj el, mert ma megvesz az Isten hidegét. Ma elment a cigony, elért egy erdőszélre. Pont azt a gajót fogta, amelyiken volt. Arra ment a pap, odaszól neki.
Mit csinálsz, te ciga? A talgom a fal. A de leesél onnan. Azt egyszer csak kup, az leesél. Azt mondja a cigan. Na, ha te Isten vagy, akkor nem tudtad, hogy leesem a falról. Ha Isten vagy, akkor mondd meg, hogy mikor halok meg. Mikor harmadszer lett a lovat. Na, a cigan elhitte, azt tovább ment a lovával. Mentek fel egy emelkedő. Azt a lovára fingja maga. Jaj, édes lovacska, már egy lélek elszalad belőle. Mentek tovább. Már elég merte hajtani a cigány a lova. Elérte egy kapaszkodóra. Azt másodszor is elfingja maga a lova. Jaj, Istenem, már csak egy kell. Mentek tovább. Elérte egy híthoz. Azt háromszor is elfingja maga a lova. Na, a cigány lefeküdt a hídra, hogy nehogy ma alva háljon meg, nem hogy ma megüti magát. Arra mentette is megint. Azt feldőlt a kocsia. Azon tanakodott, kisegíthetőnek visszaállítani, de senki emlék nem látott. Csak a cigant, aki ott feküdt a hídhoz. Odaszólva. Éj, te cigány! Gyere, ma segíts ma felállítani a szekeret! Ne beséljen hozzám, hótember vagyok én. Hát hogy van a te hótember, mikor beszélsz? Ával, beírés legény a csapat az ostorral. Na, a cigan mondja, felugrott. Azt egy-kettőre felvalította a keszekere. Esett az első igazi. Csavarlók minden hang. Ára nem beszél úti fogja, a cigan odaszavadt, de kérdepölt mellé. A fejét még beledugta a bogjába. Azt mondja, na Istenem, nem bánom már, ha az Isten nyilván megüti a seggemet? Abbal a téres legényre csapott a falcolval. A cigan kihúzta a fejét, azt mondja. Jaj Istenem, hát nem azért mondtam, hogy így, ha már meg is fogad. Megfordult, azt észrevett, hogy a téres legény volt az, aki rácsapott. Mondjam, mennyiért adna azt az ostor? A kocsidét meg a lovadét odaadom. Na, a cigony beleegyezett, a véres legény megörült a jó cserébe. Hazafelé a cigony pattogtatott, suhogtatott az ostorral, azt mondja az asszonynak. Éj, te asszony, itt a csuda alatt a sostor. Ha meghalsz, fel Tamástalat, ha én halok meg, te Tamástas fel engem. Azóta is tartogatja. Ennyit mondtam, ennyit tudtam, vidd az asszonyt neked hattam. Meg az életben. Szegény ember, annak három fia, miért kettőjét? Egyszer azt mondja neki se, fiának, hallod fiam, vidd ki ezt a kecskét, téli élőfűbe, övig élő vízbe, egyét igyék, amennyit belefér. És mit te? Ember tudott a kecskét. Kérje a szegény ember a kecskét. Jó édes kecskét, ettél, ittál. Se nem ettem, se nem ittam, majd étlen szomjan halok. Másnap a középső fia azt küldi ki a kecskével. Ez is kivezeti térig érő fűbe, övig érő vízbe. Ebetti volt a kecskét, amennyit fele. Este, hazatért, megint kérdi a szegény ember a fiát. No, édes kecské, a legkecskét jobb érde. No, édes kecské, ettél, ittál! Se nem ettem, se nem ittam, majd étlen szomjan halok. Megmérgelődött meg itt a szegény ember, jó megnadarabdott a középső fiát. Hallanna, a legkecské a fiát küldjük ki a mezőt. Ő is kivezette a kecskét tévén jövő.
Jé, ki van itt? Én vagyok a félig húzott bakkesztő. És na, nem bántas. Ő is beléz a nyugon. Kérj, hogy hé, ki van ebbe az otthon? Én vagyok a félig húzott bakkesztő. Ezzel a farkással is csinálva szállt a bántossal. Sokat látott a világon. Ilyen, sosem. Később, de nyújt. A nyújt belézett a nyugon. Ő is lássa. Csuda szörnyeteg van ebbe az otthon. Lencsés, mesés, eredményes, szép napot kívánok, kedves minnyájatok! Hát, hol volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, de még az üreghegyeken is túl, de a tetején volt egy óriási égi érőfa. A fának a tetején pedig volt egy hatalmas nagy vendégoldal, és a vendégoldal tetejében pedig egy petrencés hordó rúd, a petrencés hordó rúd tetején egy csörgős gerebje, a gerebje tetején egy tű, és ezzel lógott egy ringyes, rongyos, kráncos szoknya. És a
Rigyes a rongyos ráncos szoknyának a 99. ráncában volt egy kicsi könyvecske, és ebben a kicsi könyvecskébe ez volt írva. Megyek Teresre, ülök Teresre, ott vannak a mesék jászóhoz kötözve, elengedek egyet én is bennük. Tehát elengedtem egy mesét és elhoztam ide nektek, és ez a mese a fösvény emberekről szól, avagy a két pokrócról. Tehát hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ifjú gazdaember, meg a feleség. Hát ezek nagyon gazdagok voltak, több mint 10 volt földön gazdalkodtak, és nagyon jó. Tehát tele volt a csűrjük, tele volt a pincéjük, tele volt a kamrájuk, tele volt a nyitott kéményük, kolbásszal, csonkával, mindenféle finomsággal, szalonnával. De amilyen gazdagok voltak, ezek olyan fösvények, még annál is fösvényebbek. Ha valami szegény ember vagy koldus jött hozzájuk, egy falas kenyeret kérni, hát még azt is elküldték a háztól, mert a háznál még volt egy öreg nagyapó, ez 90 évnél is több tavaszt élt már meg, bizony az élet tere hallat már meggörbült, az élet az erejét is kiszippantotta, reszkedett már minden korcikája, reszkedett, mint a kocsonya. Hát képzeljétek el, ha például leves tevet, akkor ha a tányértól a kanál levest a szájáig vitte, a közben... Majdnem úgy volt, igen, igazad volt, igazad van, tehát majdnem, míg a szájához ért, kilökkentette, kireszkedtette a levest, jutott belőle a zabroszra, jutott belőle a nadrágra, az ingére, és alig jutott a szájába valami. Olyan is megtörtént, hogy az utolsó kanál levest, azt úgy próbálta kiönteni a kanálba, és akkor annyira reszketett a keze, hogy még a tányért is leejtette, úgyhogy az is darabokra tört. Hát a menyecskének, a mennyének ez bizony nem tetszett, dúlt, furt, mérgéde, és hát mondta is a nagyapának, hogy a nagyapá, tessék már vigyázni. Hát állandóan mosnom kell az ábroszt, a nadrágját, az ingjét. Hát rengeteg mosószódát, meg mosószappant kell bennem. Hát tessék már vigyázni egy picit. És hát az emberének is annyi duruzsolt a fülében, hogy sokat. Na és amikor az asszony duruzsol az embernek, nyelvvel, akkor mi van? Mi szokott történni? Hát befogni, ha befogja a fülét, még lehet, ha nagyon nyelves és hangos az asszony, akkor is hallja. Úgyhogy végül is az történt, hogy az asszony akaratja előtt, az ember az így meghajul, mint a pecabot, amikor egy nagy hal akar a horogra. Hát, az ember egyszer azt mondja az asszonynak, hogy ide figyelj, holnap vásárba, megyünk a vásárba, és veszünk két pokrócot. Hazahozzuk, összerakjuk, a nagyapa vállára tesszük, kivisszük az útra, és megmondjuk neki, hogy lefele vagy felfele, csak ma visszafele nem. Hát, úgy is történt, megvették a pokrócot, a kettőt, azért, hogyha a nagyapó majd ráestelenik, akkor majd az egyik pokrócot lefektesse, hogy ne a kopasz földön aludjon, a másikat meg, hogy majdval majd betakarózik. Igen ám, de mire vásárból hazajöttek, a vásárba hagyták a merészségüket, már arra nem volt merszük, hogy a nagyapónak megmondják, hogy nagyapó, kintalgasabb. Úgyhogy, szavamat ne felejtsem, a családban volt egy hat éves, kicsi suhánc értelmes gyerkőcke,
És az unoka, és akkor ennek szóltak, hogy gyere csak ide. Ide figyelj. Holnap mi korá reggel kimegyünk a földre dolgozni. Már amikor úgy látok, hogy messze vagyunk a háztól, akkor fogd ezt a két pokrócot, tedd a nagyapa vállára, fogd meg a kezét, kísérd ki az udvarra, kísérd ki az útra, és mondd meg neki, hogy nagyapa, vagy a felhíd vég, vagy az ám vég, vagy egyenes, csak visszafele ne, mert itt már semmi helye nincsen. Hát úgy is történt, másnap a férj és a feleség kimentek a mezőre, a kislegény, meg ahogy megparancsolták neki, fogta a két pokrócot, feltette a nagyapa vállára, kivezette őt az útra, és hát elmondta neki, hogy nagyapó, mehet amerre akár, csak itt nálunk már nincs helye, visszafele nincs. Hát a nagyapónak bizony ez nagyon rosszul esett, csorgott a könnye, barázdákban az arcán, de hát nem volt mit tenni, elindult egyfelé. Telt az idő, este jönnek haza a férj és a feleség, bemennek a konyhába, nézik, hát az egyik pokróc, ott maradt a széke. Körbenéznek, a nagyapú se. Hívják a gyereket. Hol a nagyapú? Hát elment. Hogy elment? Hát úgy, ahogy mondtátok, kikísértem az útra is, útjára engedtem. De itt van az egyik pokró. Ezt miért nem adtad neki? Nem volt ilyen csend, mint mostan, egy kis motorgásban, ahol ki csönd volt, de a kisú egy pillanat, egy fennpillanat, és utána azt mondja, hogy édesapám, én úgy gondoltam, hogy én ezt a pokrócot meghagyom magának, hogy majd amikor maga is olyan idős lesz, mint a nagyapó, akkor majd én ezt a pokrócot a vállára teszem, kikísérem az útra, és megmutatom az irányt, hogy menj, erre menjen, és innen kell ezt nekem a vásárba menni pokrócért, tehát megspórolom a pokrócot. Az asszony és a férfi összenéztek, elszégyelték magukat, bíborpiros volt az arcuk, mint a lebukó nap, elsírták magukat. A férfi az bement az istállóba, eltütötte az egyik hátasovat, feltarisznyázta, és utána indult a nagyapának. Hát reggeltől azért a nagyapa, ha lassan is ment, de bizony, majd csak a 9. falunál érte utól, ott bocsánatot kért tőle, a nagyapót felültette a lóhátára, és a kötőféknél fogva haza vitte. Ettől kezdve a nagyapót bizony megbecsülték, a főhelyre ültették, megetették, tisztelték és szerették. Hát, nektek is csak ezt tudom mondani, gyerekek, hogy az öregeket tisztelni kell, becsülni, mert ha nem tisztelitek az öregeket, az azt jelenti, hogy magatokat sem tisztelitek. Tehát így volt, tele volt, a gatyája tele volt, a nyelvetek legyen rajta. Hát annak volt 77 alka. Ennek az alka, maga mindegyike volt egy mindes rongyos szoknya. De ha hiszitek, hanem nem ez volt a baj. Hanem az, hogy ezeknek a szoknyaknak a fűcébe korcsalva, a mindegyikben volt egy csorta borda. Na jó, egy kis tetű is volt, hogy keveredjenek.
Bárki az én mesémet nem hallgassa figyelmesen. Hát ennek a csordának legyen a csordása. Adtam ebből a csordából néha egyet elenged. Hát az a 366.666 darab volna még teszem. Csícs meg egyszerűen. Ha még nem öröm úgy. Jó, ha nem bolondítolak benneteket, elmondom a mesét. A orvótó nem volt valamikor réges-réges. Arra felénk a hegyek alatt volt egy falu. A abban lakott kerülcsös Marton, szegény ember. Tehát az is szegény annyira nem volt, ne, mert volt neki egy felesége. De meg egy olyan kicsi leankalja, mint egy, a Marika. Aztán ez úgy tartott el a családot, hogy eljárt ez a faluba dolgozni. Hogy kapott egy kis lisztet, szalonna, volt a búzát is adta neki. Hogy így tartott el, aztán ha hiszitek, ha nem? Az egyik napon egyik fej kapott egy kis kecskét, az úgy megörült neki, jaj, ha nem kell ottan kaszálni a füvet az udvarba, hát ez a kecske levegel mindegy. Hát úgy volt, és legyelt a kecske, nem kellett hozzá egy pár nap csak. Este vacsorálna, amit a nalcsottásokat. Na azt mondja, kicsi Leanka, hol te elviszed a kecskét, azt mondja, le kell tetni. Olyan erre, mint azt mondja, hogy egy szép csejem fűba, egy friss patakon. Ettek mit ad meg? Amikor ő kis ez a kicsi lá, megmondom én nektek őszintén. Mert bizony ebben az én időben még a gyerekeknek is dolgozni kell. Mert ilyen korban őrizték a libát, vagy etették a csirkéket. Volt munka. A kis hajtotta a kecskét. Én jól jött, legelt a kecske egész nap. Déve megitatta, pihentek egy kis. Este meghajtotta haza a kicsi leánya kecskét. Az apja ma ott várt a kapuba. Jaj, te leánya, azt mondja. Évett a kecské, jó? Édesapa, hogy évett volna, nézem meg, milyen kövé. Az nem mint a leánynak az apja, hanem azt mondta, no kecske, ettél-e, itt áll-e. Na mit felelt a kecske, tudjátok, mert már hallottam ezt a mesét. Valamelyik egy tud. Dehogy itt, a megész nap csak kóboroltam. Ég az ember olyan haragra gerjedt, úgy meg szinte szegény kicsi Leon. Szabad az anyjához felbalaszoltam. Én egész nap legeltettem ezt a kecskét. Éj, apa, meg úgy megszidott. Na este, az itt a nalcsók megint. Na azt mondja az ember, feleség, holnap te viszed ezt a kecskét legeltetni. De olyan erre, mint az, hogy a csejvekül van meg. Friss forrás ide, a túlgó, az asszony elvitt a kecskét, de az erdőben nagy tisztásra. Olyan sejnes volt halljátok, a kezeteket végig fúztátok volna, mind a sejnen fúztátok volna, úgy nem volt. Evett a kecske, hívottamul a friss forrás ide, nem győzött kérünk, de jó késő ment bele az asszony haza. Nem az ember ott vártak a kóra. No, feleség, jól lakott a kecske? Ha nézze meg, már húzza a hasaltak, főzem, úgy telejtte magam. Na, mit csinált az ember? Megkérdezte a kecskét. Kecské, kicsi kecské, ettél-e itt a le? Na, mit mondott a kecske? Dehogy ettem, dehogy ittem, egész nap csak kóboroltam. Jaj, az ettől olyan méreg megnyúl, mit kapott az asszony is életeért. Jó, de kurtás. Amman ketten vitakodtak, mondja, abban kicsi Leanka. Este megint tanít a nácsót. Na, a feleség megint, Marika. Majd én hónap elviszem a kecskét, mert én voltam, hogy kell legeltetni. Hát úgy jó. Kivittam fel a hegy tetejére. Ott nem volt olyan nagy, hogy elmondom nektek. Olyan kicsike volt. Olyan sejmes, meg jó volt a kecske, az úgy jövett hajjátok. Ahogy adtam, lelegelt ott még a fűnyíróval se tudtatok volna még. Nem volt műsorát. Este nagy balta, amit a kapu. Megkérdezem én ezt a kecskét. No, kecskét, kicsi kecskét. Ettél-e itt áll? Azt a kecske mit mondott neki? Hát dehogy ettem, dehogy itt áll. Így az ember az olyan harapba gerjedt lé. Még fogta a kecskét, lerántotta a lócára, azt kezdte nyúlni elevene. Ám egy menőrök, vasszaltok már még a kezeteket? Igen.
Hogy vagy? Csak képzeljétek el, ha nyúzzakor. Ahol milyen. Úgy nyújtva a kecske is, amikor félig megmúlt nyújtva, de pattantom nem a lóc arról. Addig szaladt, míg ez erdőbe be nem szaladt. Ott még keresett egy lókarukat, ott a kamerát. Ha nem is lett volna baj, ha nem megy a róka, akkor ma azt a gyertel hazafele. Ha fújt volna be a lukába, a bele nincs. Tartott két szedott a rajt, még valami szárba van. Jó, mi azt mondja, szabad ki van a lukámba. Hát azt vele szólt, azt mondja, hé, ki van az én róka lukámba? Hát a kicske visszaszólt neki, mert nem ilyet. Én vagyok én, azt mondja, félig nyúzott a kicske. Valóban majd dobbantok szárba, mert ők lehet, ha nem takarod, szála a fiamat. Hajjott. Hát az úgy megijedt a róka. A farkat a lába közé kapta, ott szaladt az erdő. Hát, hogy ott szaladt az erdőn, kivel találkozott, mit gondoltok? A farkassal bizony, az meg megszólította, hé, a róka komasz, hol vagy a sürgőse? Az meg elpanaszolta, jaj, farkas komasz, ha képzeld el, hogy jártam, ha mennék haza a lukamba, nem tudok belemúlni, mert valaki van a lukamba. No, hát azért nem kell neked szaladni, gyere velem, azt mondja, majd én kihajtom onnan. Te ketten vissza. Prókakom van, mondja a farkasnak. Na kegyük, azt nézd meg, ha nem hittedek. Hát oda ment a farkas, az is a belenék. Jó, ő megijedt, az is kétszer parázsi szarvaga. De ma úgy volt ebben, eddig eljöttem, csak megkérdezett. Ott egy szólt, az is, hogy ho-ho-ho! Aki valami róka, komasszol utába. Hát a kecske rögtön mondja, hát én vagyok, én a félig nyúzott vakkecske. Lábam már, dobbantok szárban már azt lennék. Nem takarodsz a halál, fia vagy. Ha mit csinált a farkas? Az is a lába köré kapta a farkat, ott elszaladt. Hát, hogy szaladnak ketten, tudjátok-e kivel találkoztak? Nyomnak. De hogyan nyomnak? Ha mertek a lába. Az meg megszólította őket. Ho-ho-ho-ho. Erdők nagy nejet, hogy jól olyan sürgünk. A farkas elpanaszolta annak is, jaj, medve komasz, mondja, a szegény róka komának, azt mondja, belebújtak a rukába, nem bír hazamenni, mivel nem bírjuk kihajtani. Hát azért nem kell szaladnatok, hát gyertek velem, azt mondja, hát én vagyok a legfősebb az erdőben, majd én kihajtom onnan. Hát úgy jó, ketten mentek vissza. Ma meg tévedtem, tényleg ilyes. Hárman mentek. No, ebben komasz, hogy elj, csak oda nézlek. Hát oda ment a medve is. Az is, hogy benézlek. Jó, úgy azt mondja, valami nagy állat van oda meg. De az én beszólt, azt mondja, ho-ho, ha ki van az én róka, komasz, a lukába? Hát a kecske rögtön mondja neki, hát én vagyok, én a félig nyúzott bak, kecske. Lában majd dobbantok szárba, mert ötlenek, ha nem takarodsz, a halál fia vagy. Bizony Isten úgy nézett a medve, mint szerintem. Úgy megvédje. Hát de szegény menvének ugye nem félt a lába közé kapni a farkat, mert milyen farka van a medvének. Én kicsike, de úgy érte. Hát de szaladni tudottál, hogy úgy szaladtak ma a harmadik. Hát hogy a szaladnak meglátta a tüskét disznó őket, az meg megszólítottak. Hé, erdők adja, azt mondja, jó, hova szaladt? Jaj, kicsit tüskés, disznóska, ne is mond, szegény rókakomászt a lukába belegújt valaki, nem bírtuk kihajtani. No, hát azért nem kell szaladni, mondja a tüskés disznó. Ha gyertek vele, majd én kihajtom annak. Te, kicsi sünn disznóska, mi nem bírt, te kihajt. Én biztos, te légy mondom. Jó, van azt mondja, de ha nem hajtod ki, akkor én még fogok kérni. Nem vagy, gyertek vele? Azt hiszem, mentek. De bizony az, hogy disznócska. Nem kérdezett semmit, elmondom neked. Az összegyűjtő jövő, hogy begorolt a rúfa. Milyen az, hogy disznó, mikor összegyűjtő? Á, bizony. Hát az pont odagurult, ahol meg volt félig nyúlva a kecske. Hát ült az egy darabig, elmondom neked. De sokáig nem, mert fogta maga a toszt. Mert az kiugrott, még foglalkozni egy tényleg. Mert meg nem egy tényleg, azért mesélj.
nem nekem vége. Egyétek a jége, de ne csúszhatok még. Akkor köszönjük szépen a mai napot, a sok-sok